Ékesség néktek, Jakab az ő levele első fejezetének a 15. versében azt mondja, a kívánság van bűncül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Nem a legjobb helyre tudtam ültetni ezt a két cukkini bokrot, amit a kis kertecskénkben található, azért mert nagyon picike a hely, árnyék is van, meg, meg helyszűkében vannak, de azért arra gondoltam, hogyha... Ide elültetem, mégis valamennyi kis gyümölcsöt fog hozni, mint az a paradicsom palánta, ami itt a szélén még azért tavaly hozott nekünk bőven paradicsomot. Erre fel, mikor már szépen megindult az egész, és ilyen kis egészséges cukini kezdtek kifejlődni, mint amilyen itt is van, megjelentek a a amelyekre nagyon-nagyon haragszom. Beleharapnak ezekbe a cukkinikba, akár csak egy harapást is, és egy ilyen rohat löty, semmi lesz belőlük, úgyhogy szépen tönkre megy a gyönyörű kis kezdeményezés, mert ezek a mesztelen csigák, amilyen itt is található, ilyen apró kis dögök ezek, nem tudom, hogy Isten haragjában teremthette őket, vagy az ördög átváltoztatta, mindenképpen a bűneset miatt ilyen rettenetes károkat tudnak okozni, beleharapnak az egészséges cukkinibe, és lesz belőle egy ilyen kis semmiség. Tönkre megy a finom vetemény. Hát ezeket a csigákat én pusztítom, de mind hiába, mert egyre több jön belőlük, és tulajdonképpen ez a bokor már hetek óta ontja a cukini termést, de még egyetlen egy darab cukkinit nem evett meg a családomnak egyetlen egy tagja, minden tönkre ment. Csak egy ilyen picike kis harapás van benne, mint ezen is, még ez nem rohadt szét, de már elindul a bomlási folyamat. Pontosan ugyanez a helyzet a bűnnel. A bűn is olyan, hogy elterjed, megfogan, a kívánság megfogan, bele rág a te életedbe, és elkezd így, így elrothadni. Először csak egy ilyen kicsit rothad el, azután majd nagyon rothad el, és amiért téged az Isten elültetett az ő kertjébe, végig nem lesz abból semmi sajnos ilyen a bűnnek a természete. Írtani kell a bűnt, mint a mesztelen csigát, de csak sokasodik, sokasodik, újabb kívánságok, újabb vágyak ébrednek az embernek a szívében, ezek megfogannak, elindulnak a kis bűnös, mesztelen csigák, és szétrágják az életünk. De ezen túlmutatva szeretnék még egy dologra figyelmeztetni, hogy egy kicsit azért mélyebbre menjünk. Mi van akkor, amikor te vagy egy ilyen mesztelen csiga, és amikor te rágod másoknak a lelkét, a beosztottadét, a feleségedét, belemarsz egy kicsit, látszólag nem történt nagy baj, de elkezd aztán rohadni a te harapásod, mert a nyálatba méreg van, a te beszédedbe, a te magatartásodba, és így mérgezed a családodat, így teszed tönkre a gyülekezetedet, a környezetedet. Hát ne legyél te egy mesztelen csiga, akiben a kívánság megfogant, és akiben kiteljesedve halált nemz, és osztod a halált, míg te magad is haldoklasz, mert aztán én a mesztelen csigával is végzek, attól nem kell félni, hanem legyél az, aki befogadja az Isten, mint kertésznek a munkáját, ott virágzol, ott gyümölcsözöl, vagy egy ilyen kis egészséges kis cukkini, mint ez is, aki védett, védett a bűntől, nem tarolja le a bűn, nem semmisíti meg a bűn, és ő sem tarol le senkit, és nem semmisít meg senkit. Legyél Isten kertjében egy virágzó, gyümölcsöző fa, mely sok gyümölcsöt terem az Isten dicsőségére, Jézus Krisztus nevében. Amen.